Csalogatni indult a Tanya Színház csapata a szombati kavillói premier előtt. A bemutatóra a falubelieken kívül egész Vajdaság területéről érkezett közönség. Góli Kornélia dramaturg végigkísérte a bemutatót megelőző 5 főpróbát is, hát ha kell még alakítani egy kicsit a szövegen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a dramaturg végig kint legyen, mert mindig jönnek még változtatások a szöveg, igazából a színpadon mutatja meg magát. A támogatói sokszor csak nagy késéssel tudják átutalni az előadásra és a vendégszereplésekre szánt összeget, de Magyar Attilának, a Tanya Színház főkoordinátorának már nagy gyakorlata van abban, hogyan kell kevés pénzből összeállítani az éves programot. Ez egy csodálatos dolog, hogy így működnek a kultúrában tevékenykedők, hogy egyszer csak a megnyert támogatáshoz jutnak. Hát mi is így vagyunk, ezzel már szerintem 38 éve, úgyhogy most is várat magára még a főszponzor, egyik a másik. A bemutató meg készen van. A bemutatónak sikere volt, a közelgő vihar sem ért el a falut, a Tanya Színház csapata pedig maga biztosan játszotta a zenés falusi történetet. A színpadon kibontakozott a dráma, amely a cselekmény középpontjába a gazdálkodó Baracs Imrét helyezi, aki esküvője előtt megfogadja, többé nem iszik bort. Hát úgy érzem, hogy egészen a főpróba hétig küzdöttem ezzel, hogy magamra szabjam ezt a figurát. Sokat agyaltam, illetve próbáltam visszaemlékezni bizonyos emberekre, akikről próbáltam mintát szedni, és áltatott egy ideig, mire úgy érzem, hogy célt értem. Verebes Judit a másik főszereplő. Idén a csapatot összesen 20 színész és főiskolai hallgató alkotja. A 20 éves Baraparti koncertjével zárult az idei Tanya Színház bemutatója itt Kavillón. A bor remekül megágyazott az előadás utáni mulatságnak, aki pedig nem látta az előadást, legközelebb vasárnap este Keviben, hétfőn pedig Csantavéren találkozhatnak a Tanya Színházzal, illetve augusztus 15-ig különböző helyszíneken követhetik végig a társulat előadását.